Egy közösségi médiában szerveződött szélsőjobboldali csoport lehet a júniusi EP választás egyik meglepetés nyertese Spanyolországban. A valenciai központú Platform 6F évelején állt az elégedetlen gazdák élére, és WhatsAppon szervezte meg legnagyobb tüntetésüket. Azóta politikai pártá alakultak, és azt ígérik, hogy ha bejutnak az Európai Parlamentbe, akkor az uniós környezetvédelmi paktum, az úgynevezett Green Deal eltörléséért fognak harcolni. A mozgalom szóvivője szerint mindenki, aki a vámmentes, közös piac híve, az agrárdolgozók ellen van. A 6F számos európai mezőgazdasági érdekvédő szervezettel egyetemben azt követeli Brüsszeltől, hogy védje jobban a belső piacot, és bontsa fel a harmadik országokkal kötött kereskedelmi szerződéseket. A hétvégi tüntetésen részt vett a hollandiai gazdavédelmi erő is, amely vörös X-el áthúzott pártlogókkal plakátozta tele az utcákat. A szervezet vezetője szerint ezek azok a pártok, amelyek csak ártottak az európai gazdáknak. A 6F várhatóan a vidéki falvakban lesz a legnépszerűbb, ezzel rengeteg szavazatot szívhat el a szélsőjobboldali VOSZ-tól. Helyi tudósítónk emlékeztetett, 2019-ben Franciaországban már volt egy hasonló kezdeményezés. Akkor a munkás tüntetéseket vezető sárga mellényesek két jelöltet is állítottak, de még az 1%-os küszöböt sem tudták elérni. A spanyol agrárszervezetek egyelőre nem akarnak egy-egy párt mögé beállni. Az 500 csoportot összefogó SOS vidék tömörülés minden jövendőbeli EP képviselőt próbál meggyőzni arról, hogy szólaljon fel az érdekükben is. Azt gondoljuk, hogy egy, két, három küldöttel a lehetőségeink nagyon limitáltak. Magunk mellé kell állítanunk a legnagyobb európai politikai csoportosulásokat, a néppártot és a szocialistákat, csak így lehetünk kihatással a törvényalkotásra, vélekedett az SOS vidék főtitkára. Spanyolországban 700 ezer farmer él, és most többen is versengenek a szavazataikért. A felmérések minden esetre azt mutatják, hogy a nagyobb elégedetlenség nem a 6F-nek, hanem a már kipróbált és 11 éve létező VOSZ-nak kedvez.